Na, hát akkor szeretettel köszöntöm a együttműködőket idei utolsó előadásunkon itt Esztergomban. Az internetes nézőknek mondom, hogy ezután az előadás után közvetlenül, vagyis 6 órakor a Polarisból lesz az interneten közvetítés. Tehát miután itt végeztünk, ne menjenek sehova, meg fog szakadni az adás egy néhány másodpercre, aztán újra elkezdődik. Kérdezik, hogy mi az a Polaris? Az egy csillagvizsgáló Budapesten és a Magyar Csillagászati Egyesületnek ott van a főhadiszállása jelenleg, és ott majdnem minden héten van csillagászati előadás és internetes közvetítés. Nem húzom az időt, mert 6 óráig tudunk csak közvetíteni innen Esztergomból. Köszöntöm előadónkat, Zsombok Gábor, aki az űrturizmus jelenéről és jövőjéről fog mesélni nekünk. Így van. Hát ezt a címet, hogy fogadó a világűrben, nem én választottam, de a célnak tökéletesen megfelel. Ugye űrturizmus, mit is jelent ez a szó? Erről majd később beszélek. Kezdeném azzal, hogy az ember ősidők óta vágyott egyre magasabb és egyre gyorsabb repülésre, és ennek során az űrverseny folyamányaképpen eljuthatott a világűrbe, viszont az első emberek, akik a világűrbe juthattak, nagyon válogatott társaságból kerültek ki, katonai berepülőpilóták voltak, akiknek a legszigorúbb egészségügyi követelményeknek kellett megfelelni. Egy hétköznapi halandó nem is álmodozhatott arról, hogy valaha ő is a világűrbe felkerülhet. Sikerült lekapcsolni. Jó, így jobb. És ennek során, tehát a berepülő pilóták, akik visszajöttek az űrből, csodálatos élményekről meséltek, a Föld látványáról és a súlytalanságról. Hát a súlytalanság élménye, mint ahogy a képen látható arcokon láthatjuk, a súlytalanság alapvetően egy jó dolog, az ember teljesen szabadon lebeg, körülötte a tárgyak is lebegnek, a teljes szabadság élményét adja, és hát olyan dolgokat tapasztalhatunk meg a körülöttünk lévő tárgyak segítségével, mint azt a jobboldali képen is láthatjuk, az egy vízcsepp, ami az űrhajós arca előtt lebeg, és ebben a vízcseppben tükröződik vissza az űrhajós arca. A másik meghatározó élménye a világűrnek az az, hogy a Földet nem úgy látjuk, mint itt, hanem egy bolygóként és nagyon változatosan. Általában ezek az űrhajósállomások olyan pályákon keringenek, ahol a Föld legtöbb lakott vidéke fölött elrepülnek, és szinte mindig más és más megvilágításban láthatnak egy-egy vidéket. Az űrhajósoknak, akik fent voltak, szinte a teljes szabadidejüket azt kötötte le, hogy puszta gyönyörűségből bámultak kifelé az ablakon. De hát ezek még mindig válogatott űrhajósok voltak, a közönséges halandó nem is álmodozhatott a világűrbe jutásról, de hát egyre többen vágytak rá. Viszont a világűrbe feljutni nagyon drága volt. Ahhoz, hogy többen felmehessenek, meg kellett próbálni olcsóbbá tenni. Erre voltak kísérletek, volt az űrrepülő, de ez aztán nem volt sikeres, ugyanolyan drága volt, mint az öt megelőző űrhajók. Viszont ahogy a technika fejlődött a 80-as, 90-es évek folyamán, azok a kis vállalkozások, akik a nagyobb űrvállalatoknak beszállítottak,
fokozatosan szertettek arra a tudásra és arra a pénzre, amivel már ők is álmodozhattak arról, hogy olyan eszközöket építsenek, amelyekkel feljutnak a világűrbe. És ez egy hatalmas üzlet lehet, ugyanis a jelenleg, a bolygó szinten nézzük, az űrkutatás, a világ űrkutatása évente körülbelül 60 milliárd dollárnak megfelelő összegből gazdálkodhat. Ebből a legnagyobb szeletet azt nem láthatjuk, mert az a Pentagon űrköltségvetése, az itt nincs feltüntetve, olyan 20 milliárd dollár van. Ezt követi az amerikai űrügynökség olyan 16 milliárd dollárral, és sorban a többiek. Ehhez képest, ez a kevesebb mint 60 milliárdhoz képest a világ évente több mint 6000 milliárd dollárt költ turizmusra, tehát luxusra. Ebben benne van a balatoni utazástól kezdve a luxushajóutak, és hát az extrém sportok egy része is. Ebből látható, hogyha az űr iránt rajongó mérnököknek sikerül olyan űreszközt építeni, amivel turistákat vihetnek a világűrbe, akkor egy hatalmas piacból részesedhetnek, hiszen ha csak a turizmus piacának 1%-át sikerül elhódítaniuk, akkor már több pénz lehet az űrturizmusban, mint amennyi a világ összes egyéb űrkutatprogramjában együttvéve. Ezért hát eleinte még a régi űrhajók bázisán egy élelmes cég elkezdte árulni az orosz űrhajókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Ez a Szojuz űrhajó volt. Ezt tudni kell, hogy a 90-es években az oroszok gazdaságilag nagyon rosszul álltak, ezért az űrprogramjuk is gazdaságilag nagyon rosszul állt, nem volt pénz szinte semmire, a 90-es évek közepén a Szojuz hordozórakétákat gyertyafénynél szerelték, ilyen is előfordult, és hát a szükség rákényszerítette őket arra, ami régen meg sem történhetett, hogy olyan embereket is az űrkutatás, űrhajózás közelébe engedjenek, akik től addig mereven elzárkóztak, mondván, hogy ez az ő megérdemelt juttatásuk azért a sok szenvedésért és munkáért cserébe, amit ebbe fektettek, de hát a pénz rákényszerítette őket, hogy különböző szolgáltatásokat bocsássanak áruba, és ezt nagyon ötletesen gondolták ki. Egy vállalat különféle utakat szervezett, tehát mindenkinek a pénztárcájának megfelelő szolgáltatást kínálta. A legolcsóbb szolgáltatás az például a Bajkonuri űrközpont meglátogatása. Az amerikai űrközpontok esetében egyszerű a helyzet, az ember beül az autójába, és egészen addig, ameddig beengedik, elmehet, ott leparkolhat, és nézheti az indításokat. Az Oroszországban ez nem olyan egyszerű, mert hát a Bajkonuri űrközpont az erősen a semmi közepén van, ezért hát oda turistautakat szerveznek, és hát pár ezer dollárért az érdeklődők megtekinthetik a rakétaindításokat, szabályos idegenvezető körutakat szerveznek az űrközpontba, és különböző tréningeket, szimulátorokat is pénzért ki lehet próbálni, és különböző, minél több pénzt fizetnek be, annál mélyebben bele lehet kóstolni az űrhajós képzésbe is. Egy kicsit nagyobb összegér, ez már pár tízezer dolláros nagyságrend, súlytalansági parabola repüléseken is részt lehet venni. Ezek egy átalakított utasszállító repülőgépen zajlanak. Az utasszállító gép felszáll, felemelkedik utazómagasságra,
és onnan a pilóták felhúzzák, majd tudják szabadon visszaesni a repülőgép, és így körülbelül, amíg a repülőgép szabadon esik, egy fél percre előállítható a súlytalanság. Tehát egy kisebb pénzért a súlytalanság élményébe már viszonylag olcsón bele lehet kóstolni. És ezt a 30 másodperces súlytalanságot, ugye a gépet nem hagyják lezuhanni, fölhúzzák, és egy újabb parabola íven repülve újra 30 másodpercre elő tudják idézni a súlytalanságot. Ezt 10-nél is többször meg tudja ismételni a repülő, hát ugye amíg az üzemanyag meg az emberek bírják, de hát mégsem ez a csúcs, hanem az úgynevezett szuborbitális repülések. Ilyenre a hagyományos űrhajók történetében csak az első két Mercury űrhajós vállalkozott. Ez nem keringést jelent a Föld körül, hanem egy valamilyen repülőeszközzel felemelkednek 100 méter magasra, és onnan hagyják az űrhajót visszaesni. Egy ilyen repülésen 3-7 percre már meg lehet tapasztalni a súlytalanságot, és egy ilyen repülésen már a Földet bolygóként lehet látni. Ennek persze ilyen szuborbitális űrhajó hiányában eleinte különböző pótmegoldásokat találtak ki. Ugye ez a vállalat, ami a bajkonúri látogatásokat szervezi, ez szervez vadászgépes repüléseket, illetve szervez MiG-25-össel úgynevezett stratoszféra repüléseket, amely során már a 30 kilométeres magasságot is el lehet érni. Ugye egy utasszállító a parabola repülésekkel, amikkel már beszéltem, olyan 10 kilométer magasságig juthat. Egy ilyen MiG-25-össel viszont hát a 30 kilométeres magasság sem lehetetlen. Mondjuk a gép ezt már úgy tud, hogy 20 kilométeresen felgyorsít, aztán a pilóta felhúzza, és ballisztikus pályán 30 kilométeres magasságig emelkedik. Olyan 25 kilométer tájban a hajtóműveknek már elfogy a levegője, tehát a visszaesés során a sűrűbb légrétegekben a pilótának mind a két hajtóművet újra kell indítania. Ilyen parabola repülés a magánűrhajózás megjelenése előtt egy volt, az X-15-ös kísérleti repülőgéppel többször is 80, illetve egyszer 100 km fölé is emelkedtek. Ugye mindmáig nincs eldöntve egyébként, hogy mi a világűr határa. Az amerikaiak 80 km-ben húzzák meg ezt a határt, mások 100 km-ben, mondván, hogy 100 km fölött már a hagyományos kormányfelületek abszolút nem használhatóak. Mások pedig azt mondják, hogy az az igazi űrrepülés, amelyek során az űreszközzel, űrhajóval már megkerülik a friss. Tehát 15 óta, ez a 60-as évek elején volt, sem vállalkozott olyan rakéta repülő építésére, mivel 100 kilométeres magasság fölé lehet emelkedni. De hát ugye a technika fejlődött, és az emberek egy része vágyott a világűr megtapasztalására, ezért a 90-es évek közepén, talán 1996-ban kiírtak egy X-díjat, aminek az volt a lényege, hogy az a vállalat, az a társaság, az a csoport, aki űrhajót és ebben három embert, vagy ennek megfelelő súlyt juttat 100 kilométernél magasabbra, és ezt két héten belül megismételi, az kap 10 millió dollárt. Ez az összeg ez jelképes volt, mert tudni lehetett, hogy a dolog az 10 milliónál jóval többe fog kerülni, de hát az ilyen díjak a repülés korai történetére emlékeztetnek, amikor is a, hát most már múlt századnak mondhatjuk a 20. századot, a 20. század 10-es és 20-as éveiben számos díjat tűztek ki, Atlanti óceán átrepülése, Csendes óceán átrepülése, és az ezen díjak megnyerésére törekvő társaságok és pilóták jelentősen hozzájárultak, és ezen belül is a kereskedelmi repülések fejlődéséhez.
Itt is hasonló dolog történt, az, ami az űrhajózás elején hiányzott, az szépen lassan kezdett beindulni. Hogy már nem csak nagy állami vállalatok, hanem kisebb vállalatok, magánkezdeményezések is megcélozhatták a világűrt, és az egyik ilyen magánkezdeményezés, ez volt a Scaled Composites nevű vállalat, amelyet azóta már a Northrop Grumman megvett ugyan. Régebben beszállítója volt a NASA-nak is, és a nagy vállalatoknak is, ugye a nevéből adódóan nagy kompozit szerkezeti elemeket, burkolatelemeket szállítottak különböző tervekhez, és hát terveztek önálló repülőket is, magassági repülőket is, egy Proteus nevű gépük például 25 kilométeres magasságot tudott elérni, és ők tervezték azt a repülőt is, amely üzemanyag utatás nélkül képes volt megkerülni a Földet, és ezzel világrekordot állított fel. Nos, ők úgy gondolkodtak, hogy nagyon sok üzemanyagot megspórolhatnak, ha a rakéta repülőgépet egy hagyományos repülőgéppel viszik fel 6-10 kilométeres magasságba, onnan oldják le, ahol már a légkör ritkább, és onnan emelkedik a repülőgép 100 kilométeres magasság felé, és ezt sikerült is megcsinálniuk. Építettek először egy White Knight, fehér lovag névre hallgató repülőgépet, amely a hasa alá tudta venni a Spaceship One, ugye az űrhajó 1 nevű rakétarepülőgépet, és 2004-ben ez a gép sikeresen elérte a 100 kilométeres magasságot. Ez a Föld körüli pályára állás kezdete, ugyanis amikor egy hagyományos rakéta pályára áll a Föld körül, azt úgy kezdi, hogy az első fokozattal épp a sűrű légkörből, és az első fokozat szinte megdobja fölfelé a rakétát, és amíg ez a pálya tart, addig a többi fokozat vízszintesen gyorsít. Tehát a pályára állás első lépése az az, hogy kijutunk a légkörből. Úgy gondolkodtak, hogy később majd ezután tovább is tudnak lépni. Tehát ezt az űrhajót megcsinálták, az X-díjat megnyerték, aminek az lett a következménye, hogy a befektetők elkezdtek ebben fantáziát látni, és az X-díj elnyerésére épült gép nyomain elkezdték ugye a Spaceship 2 és a White Knight 2 fejlesztését. Ez nagyon hasonlít az előzőre, de jóval nagyobb. A Spaceship One-ban ugye 3 ember fért el, 2 plusz a pilóta, ebben viszont a pilótán kívül már 6 ember fog elférni, és látható, hogy a spártai pilóta ülések helyett kényelmeshető ülésekben lesznek elhelyezve, és hát a gép belső tere is itt már úgy van kialakítva, hogy az ablakokon a turisták élvezhetik a világűr, a föld látványát, és élvezhetik a súlytalanságot is. Ez a repülőgép és a jelenleg épül, a tervek szerint 2008 körül kezdhet el repülni, és 2009-től beindulhat a kereskedelmi repültetés is. A jegyek jó része már előre le van foglalva, dacára annak, hogy hát ez azért jelenleg még nem olcsó mulatság. Egy ilyen szuborbitális repülés 100 és 200 ezer dollár közötti összegbe fog kerülni eleinte, később azonban ezt az árat a töredékére lehet majd csökkenteni, ahogy egyre nagyobb tömegek jutnak föl szuborbitális repülésre. Ezek a repülések, tehát ilyen űrhajót több kisebb vállalat is tud építeni. Ezekkel lehet megszerezni azt a amivel a későbbiekben már földkörüli pályára álló űrhajókat lehet kifejleszteni. Itt egy pár ilyet látunk, az oroszok is, és az amerikaiak is, sőt itt egy angol terv is van,
Több ilyen rakétarepülőt fejlesztenek, van, ami egy másik repülőgép hátán jut fel, van, ami függőlegesen indul, és hát az alsó kettő az hagyományos repülőtérről száll fel, és oda is jut vissza. Aztán van még egy újabb terv, a 60-as években egy Kittinger nevű berepülő pilóta ejtőernyős magassági rekordot állított föl, amikor 31 km magasból űrruhában kiugrott egy hélium ballon fedélzetéről, és most egy francia 40 km-re próbálja ezt a rekordot dönteni. Na, az extrém sportolók agya egyből beindult, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és arra gondoltak, hogy lehet építeni egy rakétát, amire az ember szépen fölmegy, a rakétával fölmegy 91 km magasra, és ott kiugrik. A repülés során szintén percekre megtapasztalhatja a tökéletes súlytalanság élményét, és hát ugye a madárember élményt is, hiszen szinte mindenfajta repülő segédeszköz nélkül repülhet, és hát az első időkben a Föld szinte mozdulatlannak látszik, mert hát 90 km magasból a zuhanást nem is érzi. Aztán persze a sűrűbb légrétegekben felhevül, mert a zuhanás során 4000 km/h gyorsul, ezért kell csinálni egy olyan űrruhát, amit hűteni is lehet. Persze ennek a hűtésnek később fűtésé kell változtatni, mert ugye a stratoszférában a stratoszférában meg ugye mínusz 50 fok van, és ott már, mivel a levegő elég sűrű, ott ez már érezhető is. Végül is, mire normál ugró magasságba ér, ugyanarra a sebességre, arra kb. 200-valahány km/h sebességre lassul le, mint a normál ejtőernyősök, ejtőernyőt nyit, és ugyanúgy leszáll. Tehát ez abból a szempontból lehet nagy lépés, hogy jelenleg az űrhajóknak a visszatérés során semmilyen mentőrendszerük nincs a kabinhő pajzsán kívül. Régen a 60-as években voltak ilyen gondolatok, hogy űrhajósok az űrhajóból ugyanúgy katapultálhatnak nagy sebességen is. Ezek azonban papíron maradtak, egy-két elgondolás jelent meg, amely leégő habot fújt volna az űrhajós hátára, és így kíséreltek volna meg orbitális pályáról visszatérést. Tehát ez egy nagy lépés lehet olyan űrruhák és olyan katapultülések kifejlesztésére is, amelyek megfelelő hővédelemmel vannak ellátva, ahhoz, hogy egy visszatérő űrhajóból is akár tudjanak embert menteni. Ez egy nagyon jó példája lehet annak, hogy a különböző extrém sporteszközök, versenyek hogyan fejleszthetnek mentőeszközöket, mint például ugye a Forma 1-ben. Nagyon sok autóban használt biztonsági megoldást köszönhetünk ennek. Elképzelhető, hogy ez is sokkal biztonságosabbá fogja tenni az űrutazást. Nem beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen kiszámít űrturistának. Arról beszéltem, hogy ugye a világűr fogalma sincsen rendesen meghatározva. Jelenleg egyértelműen arra mondhatjuk, hogy űrturista, aki saját pénzből jutott fel a világűrbe, és hát ott végül is azt csinálta, amit akart, tehát nem mondta meg neki senki, hogy milyen programot kell elvégezni. A hivatásos űrhajósoknak szigorú feladatuk van, amit végre kell hajtani, űrállomást üzemeltetni, űrhajót vezetni, kísérleteket végezni. Vannak viszont olyan területek, ahol egyértelműen nem dönthető el. Tehát az alul látható maláj űrhajós, űrturista, az amerikaiak erre nagyon sokkal helyesebben azt a kifejezést használják, hogy az űrutazás résztvevője. Ugyanis a maláj űrhajós az egy olyan üzleti szerződés keretében jutott fel a világűrbe, miszerint ugye Malajzia Su-27-es vadászgépeket vásárolt Oroszországtól, és hát a üzleti csomagnak része volt, hogy jó, akkor egy maláj az
fölmehet a nemzetközi űrállomásra. Egy televíziós játékon keresztül választották ki a nyertest, egy 31 éves orvost, aki az üzleti szerződés keretein belül felmehetett a világűrbe. Hasonló esetek régebben is voltak, ugye kétséges, hogy mondjuk mennyire volt komoly a tudományos programja az első japán űrhajósnak 90-ben, aki följutott a Mir űrállomásra, de tulajdonképpen újságíró volt, őnála is Japán befizette, és az oroszok felvitték, de hát tulajdonképpen ő sem volt igazán hivatásosnak mondható, tehát látni lehet, hogy itt sincs olyan éles határterület, hogy na, ő aztán a hivatalos űrhajós, akinek ez a hivatása, egész életében erre készült, és na, ő az űrturista, itt is vannak fokozatok. Ugye ezek között a fokozatok között benne vannak a régi Interkozmosz űrhajósok is, tehát ugye, ha belegondolunk, Farkas Bertalanék is egy szerződés keretében, tehát egy megállapodás keretében juthattak fel a világűrbe. Az más kérdés, hogy ők azért szerintem egyértelműen űrhajós, hivatásos űrhajósnak voltak nevezhetőek, hiszen azért a kiképzésük, és nem maradt el semmiben az akkori oroszoktól. Ugye az űrturisták között az első négyet azt nem soroltam végig, az ötödiket viszont igen, ugye idén áprilisban Charles Simonyi, aki Simonyi Károly néven született Magyarországon, szintén kifizette azt a 20-25 millió dollár közötti összeget. Ugye beszéltünk arról, hogy a parabola repülések 100 és 200 ezer dollár közötti összegbe fognak kerülni. Hát Simonyi még egy 20 és 25 millió közötti összeget fizetett, ez azóta emelkedett. Most már, ha valaki az orosz Szojuz űrhajóval föl akar jutni a nemzetközi űrállomásra, már 35-40 millió dollárt kell ezért leszurkolnia. Hát Simonyi még leszurkolta ezt a körülbelül 20 millió dollárt, ezért őt föl is vitték. Az más kérdés, hogy ugye az első űrturistát, Denis Titót, aki az előző képen volt látható, a NASA barátságtalanul fogadta, ugye a profi űrhajósok között egy ellenérzés volt, hogy hát ez szinte nem járta végig azt az utat, amit mi, az éveken át tartó kiválasztást, az éveken át tartó képzést, az őrlődést, hogy jelölik-e egyáltalán repülésre, nem kellett versengenie a többi jelölttel, ezért ellenérzéssel fogadták az amerikaiak elsősorban, hát az oroszok már ebbe úgy beletörtek idővel, ezt ők már valamennyire megszokták, de a későbbi űrturistáknál ez az ellenérzés fokozatosan feloldódott. Ebben mondjuk volt szerepe a Columbia katasztrófának is, amikortól az amerikaiaknak nem volt már olyan nagy beleszólásuk abba, hogy ki megy föl és ki nem, lévén, hogy 2003-tól a visszatérő az űrrepülő program újraindításáig teljesen az oroszokra voltak utalva, hogyha föl akartak jutni a világűrbe. De Simonyi idejére ez már teljesen megváltozott, már a harmadik űrturistát, Gregory Olsent is barátságosan fogadták, és azt viszont kikötötték, hogy az űrturistának végre kell hajtania valami tudományos programot. Ennek alapját elsősorban a második űrturista, az internetmilliárdos Mark Shuttleworth repülése szolgáltatta, aki hát AIDS kutatásban, tehát orvosi kísérleteket, amelyek az AIDS kutatással összefüggtek, végzett a nemzetközi űrállomás fedélzetén, a saját pénzén, a saját akaratából. Simonyi űrrepülése ugye abban is kivételes volt, hogy a magyar sugárdózis mérőt, a pillét, azt ő fent rendszeresen használta, megkapta rá a kiképzést, tehát egy magyarul beszélő űrhajós magyar műszerrel dolgozhatott a nemzetközi űrállomás fedélzetén, és ugye én még élőben néztem a NASA TV-n, amikor először magyarul megszólalt, és ez egy nagy pillanat volt, hogy ugye Farkas Bertalan után
27 évet kellett várni arra, hogy valaki ismét magyarul megszólaljon a világűrben. Látható, hogy ő viszonylag jól érezte magát az űrállomáson. Egyébként minden űrturista arról nyilatkozott, hogy hogy a felszállás terhelése ellenére is, a kiképzés nehézségei ellenére is, az űrbetegség ellenére is életre szóló érményt szereztek, és bátorítottak mindenkit, hogy aki ezt megteheti, az vegyen részt ilyen űrturista úton. És hát azért, ha belegondolunk, ezek az űrturista utak nem csak arra jók, hogy kitapasztalja valaki a világűr élményét, hogy ezt megélje, hanem reklám célokra is nagyon jól lehet használni, hiszen amerikai viszonyok között egy 20-valahány millió dolláros reklámkiadás az nem számít olyan hűde nagynak. Tehát ha valaki egy cégét akarja reklámozni, és orvosilag alkalmas, akkor befizet egy űrutazásra, az egész világ megismeri a nevét, azt, hogy ő hol dolgozik, és ezért a pénzért, hogy az ő neve, arca a világ összes hírügynökségében benne lesz, mindössze 28, 20, 25, hát most már millió dollárt fizet, és még mellette repülhet is, tehát így már nem tűnik olyan rossznak. Na most ő a következő űrturista, ő 2008. októberében mehet föl, még szintén a Soyuzzal. Az a különlegessége, hogy a baloldali képen látható idősebb bajuszos űrhajós, ő Owen Garriott, aki a Skylab űrállomás második személyzet a tagja volt, hát ő az orvos feladatát is betöltött a személyzetben. Ha jól emlékszem, ők 56 vagy 57 napot töltöttek a világűrben 1973-ban a Skylab fedélzetén, és a jobboldali képen űrruhában látható alak az ő fia, Richard Garriott, aki számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozik, és megengedhette magának, hogy feljuthasson a világűrbe. Ez lesz az első olyan eset, ha feljut, amikor egy amerikai apa-fia páros, mindkét tagja megjárta a világűrt. Az oroszoknál már volt ilyen, de az amerikaiaknál még sosem. Tehát ezek az űrturista utak, ezek jelenleg még szinte mindegyik egy-egy újdonság, egy-egy különlegesség. Itt a kiképzés során egy parabola repülésen láthatjuk, és hát ugye az általa reklámozott termék logója örgötte, ez már ott a szerződés részét képezi, tehát tulajdonképpen a turista utat ő is jó részt, mint reklámköltség írja le. No, de akinek a föld körüli keringés nem elég, ha a 35-40 millió dollár, amiben már a következő utak kerülnek, még hajlandó valaki rátenni 15 millió dollárt, akkor a vállalat felajánlja neki azt, hogy egy 90 perces űrsétán vehet részt profi űrhajós felügyeletével. Erre jelenleg még senki nem vállalkozott, de hát előbb-utóbb, amikor már olyan snasz lesz, hogy mindenki csak az űrállomásban volt, előbb-utóbb nyilván akad valaki majd, aki megfizeti ezt is. De hát a fantázia nem áll meg, tovább gondolkodtak az oroszok, hogy ezt még lehetne überelni is, hogyha két ember összeáll, akik hajlandóak fejenként 100-100 millió dollárt, ez már azért nagy összeg megfizetni, akkor ez a két ember egy profi űrhajós felügyeletével egy Soyuz űrhajóban megkerül holdat. Mindössze 200 millió dollárból. Ugye a hasonló hold programoknál úgy kezdődik a dolog, hogy na akkor vegyünk sok milliárd dollárt. Itt 200 millió dollárból meg lehet nézni a hold túlsó oldalát, ugye amit csak az Apollo űrhajósok láthattak, közülük ugye már sokan nem élnek, tehát ez egy még exkluzívabb élmény. Itt már a dolog kicsit bonyolult, a keringő pályára használt zöld Soyuz űrhajó nem elég a dologhoz. Fel kell lőni ezen kívül még egy rakétafokozatot, ami ezt az űregyüttest egy hold felé vezető pályára indítja. Ez két rakétát kell indítani, egy hagyományos Soyuzt és egy Zenitet. A két fokozat föld körüli pályán összekapcsolódik, ezután a fehér rakétafokozat begyújtja a hajtóművét, és egy olyan pályára löki a Soyuzt,
amivel elrepülnek a Holdig, egyszer megkerülik, ez a Hold megkerülése, ez körülbelül egy másfél, tehát körülbelül egy óráig láthatják a Hold túlsó oldalát, aztán a Hold gravitációja visszalódítja a Föld felé az űrhajót, amely ugye 3,5 nap odaút, 3,5 nap visszaút után, tehát az egész 7 napig tart, plusz hát ugye a Föld körüli dokkolás, attól függ mennyit kell várni a rakétafokozatra, de egy olyan 7-8 napig tartana a dolog, tehát 7 nap után hagyományos űrhajóként térnének vissza a Földre. Tovább is mentek, Amerikában egy szállodalánc tulajdonos, bizonyos Robert Bigelow, megvásárolta annak a NASA által fejlesztett felfújható űrállomás modulnak a technológiáját, amelyet ugye a jövő Mars űrhajóiba szánnak és szántak, és arra gondolt, hogy a világűrben is szállodákat lehetne építeni, ezt el is kezdték. Tavaly pályára állítottak egy kísérleti modult, fönt látható egy Genesis 2 nevű modul, na a Genesis 1-et, vagy Genesis, nem tudom, hogy mondják angolul. Ennek a feladata annak a tesztelése volt, hogy ez a konstrukció működhet-e egyáltalán a világűrben, ugyanis fölfújható űrállomás modult eleddig még senki nem próbált ki. Tehát egy magánbefektető már olyan dolgot csinált, amit előtte még sohasem, pedig még szinte el sem kezdődött ez az egész. Aztán idén pályára állították a Genesis vagy Genesis 2-t, ami annyiban különbözött az 1-estől, az 1-es az szinte egy üres héj volt, a 2-esben már az életfenntartó rendszerek majdnem teljesek voltak. Úgy volt, hogy építenek ezután egy Galaxy nevű űrmodult is, szintén kísérleti céllal, de ezt aztán törölték, és úgy döntöttek, hogy egyből a nagyobb Sundancer nevű modult építik meg, 2010-ben pályára állítják, és ehhez 2010 után már embert is indítanak. Viszont hát később majd beszélek arról, hogy az a probléma, hogy jelenleg földkörüli pályára nagy az űrhajó hiány, és ezt pótolni kell, de előtte még menjünk végig azért ezeken a modulokon. Ez az első két űrmodul külsejét és belsejét mutatja. Ez összehajtva kerül föl a világűrbe, és ott fújják fel, és ott merevítik ki a belső terét a külső és a belső kamerák képei láthatóak. Már itt is beindult azért az amerikai üzleti szellem, tehát adott összegért különböző tárgyakat lehetett a modulok belsejébe elhelyezni. A Genesis 2-esen már, vagy a Genesis 2-esen már 22 darab kamera is volt, tehát akár webről is lehetett nézni, hogy éppen hogy lebegnek a tárgyak belsejében. Ezek kísérleti modulok, jelenleg mind a kettő működik, tehát a kísérletek biztatóak arra, hogy a 2010-ben a Sundancer űrmodul pályára álljon. Ezt orosz dokkoló szerkezettel föl is fogják szerelni, tehát Soyuz űrhajókat egészen biztosan fog tudni fogadni, az életfenntartó rendszere teljes lesz, és hát 2010 után embereket is terveznek ide indítani. És ebből az űrállomás modulból, ennek egyébként olyan 175 köbméter a belső tere, egy átlagos nemzetközi űrállomás modul belső tere olyan 75 és 100 köbméter között van, tehát a felfújhatósága okán ez jóval szabadabb, nagyobb teret biztosít, mint a hagyományos modulok. Persze több berendezést nem lehet benne elhelyezni, de a szabad tér az így is sokat fog jelenteni a későbbi űrturistáknak. És ennek az űrállomásnak az alapján szeretnének egy több modulos, ezt már nevezhetjük nyugodtan űrszállodának a kiépítésére. Ennek a belső terének a mérete már összevethető a nemzetközi űrállomásával, dacára annak, hogy a tulajdonképpen csak 3 dobból fog állni. A nemzetközi űrállomás bele olyan 900 valahány köbméter lesz, amikor teljesen ki lesz építve, és hát ennek is
több mint 800 köbméteres belső tere lesz. Ehhez viszont jelenleg még nincs űrhajó, illetve egy van, az orosz Szojuz, ezt azonban meg kell fizetni. A Szojuz indítás összvisz, hát 30 millió dollárba kerül az űrhajó, 30 millió rakéta, ez olyan 60 millió dollár. Ez még mindig nagyon drága, bár az űrrepülő 500 milliójához képest viszonylag olcsó. De hát ezért a pénzért csak a profi pilótán kívül csak két embert lehet följuttatni, tehát űrhajó hiány van. És ugye mit ér egy szálloda vendégek nélkül? Ezért aztán Robert Bigelow tett egy felajánlást, miszerint aki 8 alkalommal fel tud vinni embereket az űrmodulja fedélzetére, annak ő ezért hajlandó 780 millió dollárt fizetni. Ez már azért olyan összeg, amire érdemes ráugrani, hogyha az ember éppen űrhajók építésével foglalkozik. És hát több cég elkezdett űrhajót és ehhez kapcsolódva hordozórat is tervezni. Ez az egyik terv. Ez annyiban különbözik a többit, hogy őket a NASA kiszemelte, hogy a jövőben ezzel az űrhajóval akár a nemzetközi űrállomást is el lehet látni, és ezért ők nagyon szigorú feltételek mellett, de több száz millió dolláros összeghez juthatnak, de ezt nem egyszerre kapják meg, hanem nagyon szigorú felülvizsgálatokon kell átesni a fejlesztés során, és aki ennek nem felel meg, az nem kap tőlük pénzt. Egy ilyen cég már volt is, kettőt választottak ki első körben, és hát ez a, ők teljesítették, a másik az nem, tehát ő ebből a szerződésből ki is esett. De hát vannak olyan vállalkozások, akik a NASA-tól függetlenül is fejlesztenek különböző űrhajókat. Ez egy kanadai cég, ugye az Ezüstnyíl Silver Dart nevű űrsiklót próbálják fejleszteni, és az ehhez kapcsolódó rakétát. Hát kérdés, hogy ez mikorra fog megvalósulni, viszont a közelmúltban a NASA is velük szerződést kötött, miszerint, hogyha ezt az űrhajót ők kifejlesztik, és 2010-ig ez demonstrálják, hogy ez működhet, akkor esetleg később számíthatnak NASA megrendelésre is. Ez annyiban, ez egy nagyon egyszerű építésű űrhajó, ennek ellenére azzal a hordozó rakétával képes lesz föld körül keringeni és eljutni az űrállomáshoz. Annyiban új, hogy az űrrepülő visszatéréséhez képest ez az űrhajó sokkal hosszabb ideig, de sokkal finomabban fékezne, tehát még az űrrepülő pár ezer kilométerre a leszálló helytől kezd el a légkörben fékezni, addig ez a légköri fékezés során viszonylag alacsony terheléssel, de szinte a teljes földet megkerülné, így egy sokkal olcsóbb, egyszerűbb hőpajzs is elegendő volna. Ez példa arra, hogy a kis pénz az, tehát a kis pénz jó ötletekkel párosulva mennyire előre viheti a fejlődést. Aztán itt van egy következő cég, ők ennek az üzleti programnak szintén a részesei. Az elején úgy nézett ki, hogy befutók lesznek, de aztán mégsem őket választották. Ők egy olyan hordozó rakétával indítanák az űrhajót, amit egy nagy repülőgép visz az alján. Ez a Scaled Composites Proteus nevű gépe látható a baloldali képen, amint éppen egy rakéta makettet dob le. A tervek szerint 2008-ban demonstrálnák egy ilyen típusú rakétának a működését, és ezek után nekiállnának ezt a fajta nagyobb rakétát, ami ezt az űrhajót, a CXV nevű űrhajót az űrállomáshoz képes juttatni, tehát ennek a fejlesztésére készülnek fel. Ezt a rakétaindítási módszert, pontosabban ehhez hasonlót az interkontinentális ballisztikus rakéták indítására próbáltak ki, amikor is egy Herkules szállítógép belsejéből a nyitott tehertér ajtón keresztül egy fékező ernyő segítségével hasonló módon indítottak egy kísérleti interkontinentális ballisztikus rakétát.
Na, ez annak a tapasztalatait használja fel, tehát egy katonai fejlesztést nagyon ügyesen tervez békés célokra használni. Ez, mint látható, úgy működne, hogy a leoldás után egy ejtőernyő gyorsan függőlegesbe fordítja a rakétát, ez alatt a repülőgép eltávolodik, begyújtják a hajtóművet, és elindulnak földkörüli pályára. Aztán ugyanúgy térnek vissza, mint a hagyományos űrhajók, ejtőernyővel a vízre. A dali alsó képen viszont lehet látni, hogy ötleteik nekik is vannak. Egy olyan űrhajós ülés, amely látható hevedelből és támaszt, tehát szövetből áll. Ennek az a nagy előnye, hogy szinte bárkinek a testméretéhez jó, nem kell hozzáigazítani az ülésbetétet, mint most a Szojuzokban, és nagy terheléseket képes elviselni, továbbá a visszatéréshez 180 fokkal meg lehet fordítani. És hát ezt az űrhajót, ők is tovább gondolkodtak, mint az oroszok, és itt is motoszkált a Hold, hogy ezt az űrhajót hasonló építésű Hold űrhajók ellátására is föl lehet használni. Ez a Holdat megcélzó űrhajó együttes, ez két űrhajóból áll. Az egyik, amiben a teher van, ez lehet embereket szállító kabin, vagy teherkonténer, és a másik egy tanker. A két űrhajó elindul a Holdhoz, Hold körül pályára állnak, ott a tanker feltölti a teherszállító űrhajót, a teherszállító leszáll a Holdon, a jövő űrturistái kiszállnak a helyszínre, majd ezután visszatérnek, és hogy mit hozhat a jövő, hát talán ezt. És ezzel be is fejezném az előadást. Ha valakinek ezzel kapcsolatban valami kérdése volna, akkor azt most nyugodtan fölteheti. Igen. Az a szivar, az maga a rakéta. Az a rakéta. De az ejtőernyővel, ha kihúzatják, akkor utána az ejtőernyővel, ha valamit megfognak, az úgy szokott fogni, hogy az ejtőernyő van fölül. Így van. Nagyon egyszerű a dolog. Van a rakéta szivar, és az ejtőernyő zsinór, az két ponton meg van fogatva. És hasonló a dolog, mint a Gemini űrhajók vissza... Gemini űrhajó, tehát amikor kirántja, akkor a fékernyő az rögzítve van itt is, meg itt is. És rögzítve van az ernyőnél, tehát három pont. És ebből az egyik pont le van szorítva. És amikor már kihúzta, akkor az egyik pontot felszabadítják, és egy háromszög áll elő. Tehát a ejtőernyő bekötési pontját, azt eloldják a rakéta végétől. És így szépen a fékező ernyő függőlegesbe tudja fordítani a rakétát. Ami azért jó, mert nem a... Persze, alapvető, hogy ilyenkor, ilyen indításnál biztosítani kell, hogy az indító repülő biztonságos távolságba juthasson a rakéta hajtómű beindulásakor. A másik lehetőség az az, amikor a légiharc rakétákhoz hasonlóan a repülőgép hasáról leejtik a rakétát, a leeső rakéta begyújtja a hajtóművet, begyorsít, leelőzi az indító űrhajót, ezután meredeken az égnek fordul. Ennek annyi a hátránya, hogy itt ugye a eleinte a sűrű légkörben csak korlátozottan lehet gyorsítani, és utána emelkedéshez is még a rakéta hajtómű energiáját kell felhasználni. Tehát a rakétahajtómű égés idejének értékes része arra megy el, hogy viszonylag kissebességgel távolodjon az indítótól, és utána manőverezzen. Ez bizonyos értelemben energia pocsékolás. Az ejtőernyő ezt sokkal egyszerűbben végzi el. Persze energetikailag a végeredmény végül is ugyanaz lesz, mert ugye az ejtőernyő fékezett rakéta meg esni kezd, de utána a hajtómű ezt hamar ledolgozza. Na. Jó. Jó.
Akkor, ha nincs más, akkor megköszönöm a figyelmüket. Jó volt a idő. Köszönöm. Az internet hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy néhány perc múlva kezdődik a közvetítés a pesti poláris csillagvizsgálóból. Közben nem közvetítünk reklámot, de nyugodtan egy pár percre elmehetne egy frissítőért, aztán térjenek vissza. Az adás itt meg fog szakadni, tehát aki a Winamp segítségével nézi, annak egy újraindítás gombot kell majd nyomnia ahhoz, hogy be tudjon kapcsolódni ismét az adásba. Az itteni hallgatóságnak megköszönöm a figyelmét, türelmét. Találkozunk jövőre a következő csillagászati hónap előadásain. Viszontlátásra!